körülbelül 30 éve filmeket készítünk, kísérleti filmeket, főleg analóg technikával, és ami nagyon jellemző ránk, az az, hogy az álom és a valóság határmesdjéjén keresgéljük a történeteinket, ami szerintem fontos ennél a pályázatnál is. Nagyon sokat foglalkoztunk az álmokkal. És még mindig foglalkozunk. Most például a tibeti álomjógát szeretnénk kicsit megmeríteni a Szitja Emil és Kassák kapcsolatában, tulajdonképpen Kassákhoz is Szitja Emil szemüvegén keresztül közelítenénk. Installációkat is csinálunk, kiállításokat, tehát hogy mozgóképes többcsatornás videó, illetve mozgóképes installációkat is készítünk. Már régóta együtt dolgozunk Katival, Kornéllal, és Nándor vagyok én, aki beszélek. Szitja Emil pedig azért is érdekes számunkra, mert hogy Kassák Lajossal igazából a formatív évei alatt találkozott, tehát hogy az úgynevezett csavargó éveket töltötték együtt, és az is izgalmas, hogy eléggé ambivalens a viszonyuk, és nagyon sok minden kiderül erről az Egy ember élete című munkából, viszont Szitja Emilnek nagyon sok saját munkája is van, ami kevéssé ismert művészettörténeti szempontból, mint például a Furcsaságok könyve, amiben a csavargás egyfajta kézikönyvét alkotta meg, és emellett pedig a II. Világháború alatt gyűjtött álmokat, ami 82 álom a II. Világháború idején címmel jelent meg franciául. Még nincs teljes egészében lefordítva magyarra, de ezekkel az álmokkal is szeretnénk foglalkozni, amik most jelen pillanatban ugye meglehetősen aktuálissá váltak újra, hogy hogyan foglalkozunk a háborúval, hogyan élünk együtt konfliktusokkal. Nyilván nekünk, mint úgynevezett avantgárdhoz közeli álló filmeseknek, maga az egész formanyelve, meg az egész világa egy elég rokon világ, úgyhogy nem nehéz belehelyezkedni és ízlelgetni ezt a dolgot. Eljön a boldogság és a nyugalom ideje. Hát és mi ugye Szitja Emilen keresztül közelítenénk Kassákhoz, és azt ne felejtsük el, hogy Szitja vezette be tulajdonképpen Kassákot ezekbe az elején, amikor elmentek együtt, elcsavarogtak Európába ezekbe a művészeti körökbe, tehát erről Kassák ír is, ugye, amit Kati mondott, hogy ambivalens a viszonyuk. Nem erre fókuszálnánk, hogy mi volt a viszonyuk, hanem magára, erre a karakterre, Szitja Emilre, mert aki anarchista is volt, író, festő, és ugye ott volt az összes múlt század elejé avantgárd kezdeményezésekkor, akár a Kabalé Voltaire-t említhetjük, vagy a művészettörténeti írásait. De ez a csavargás, ez tulajdonképpen olyan, mint ahogy mi is filmet készítünk, szerintem mi is folyamatosan valamilyen álmokba csavargunk bele, vagy a mi történeteink, mint egy ilyen kicsit ilyen adhok csavargásból összeszedett emlék vagy álomképek. És ez teljesen passzolna ehhez az álmos könyvhez, amit Szitja összegyűjtött. Minden beleértve, ha nem az osztály uralom része, elvégre akkor szüntelen. A munka címe az, hogy minket anarchistákat nem nyugtalanítanak morálgiriszták. Ez egy részlet Kassák Egy ember élete című könyvéből, ami megörökít egy párbeszédet Szitja Emillel különböző politikai kérdésekről, és talán ebben is izgalmas, hogy azért Kassák inkább szocialista volt, míg Szitja Emil inkább
anarchista, tehát a presztízsbe kapaszkodó vezérkedőkhöz viszonyultak kritikusan. És azt hiszem, hogy ezt a üzenetet mi is szeretnénk közvetíteni. Az lenne az alcím, hogy az összes kertben a hazugság illata ellen fognak énekelni. Hát egy ilyen pozitív jövőkép is felsejlik, és üzenet. Reméljük, hogy így is lesz. Éljen a világ béke.